Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján november vége felé közeledve éjszakai fagyokra lehet számítani. Itt számos háztartásban válik esedékesé a vízórák, illetve kerti csapok téli esítése. A nyírség szakemberei minden évben felhívják a lakosság figyelmét a fagykárok megelőzésének fontosságára. 2017 volt az az év, ami a csúcs volt. Fagyott vízor tekintetében több mint 1900 fagyott vízmérőt jelentettek be. Következő évben ez a szám már csökkent, akkor egy 200-as nagyságrend. Tavalyi évben ez már összességében egy 49 volt, illetve az év első két hónapjában 28 fagyott vízmérőt jelentettek be, tehát most még van egy decemberünk. A szakember hozzátette, volt olyan esetük is, amikor egy elfagyott vízvezeték több százezres kárt okozott a lakatlan ingatlan tulajdonosának, ami elkerülhető lett volna a kerti csap A hatályos jogszabályok alapján az elfagyott vízórát be kell jelenteni a szolgáltatónál. Ilyenkor célszerű rögtön elzárni ugye a, a elzárot, bejelenteni, és kollégáink ilyenkor kicserélik a vízórát, ezt a fagyott vízórát, ennek a költsége per pillanat 21 ezer forint körüli összeg, Ugye attól függően, hogy 13-as vagy 20-os vízóráról most lakossági mérőkről beszélek. Ugye a hatályos jogszabály azt mondja ki, hogy a fagyott vízmérők esetén a vízóra cserét, a magát a vízórának az árát, ki kell fizetni, illetve ha elfolyt víz van, az is a tisztelt felhasználót terhelik, mivel a fagymentesítés az a felhasználónak a feladata. Tormási géza hozzátette a deformálódott vízóra csak az egyik jele annak, hogy a fagy kárt okozott a hálózatban. Az is gyakran előfordul, hogy nincs megfelelő víznyomás, vagy pedig a számláló nem mozog. A vízmérő akna téliesítésének elvégzéséhez a nyírségvíz honlapján található videó is segítséget nyújthat, amelyben az akna fedelét 5 cm vastagságú hungarocellel szigetelik le. A videóban külön felhívják a figyelmet arra, hogy az elfagyott csapok nyílt lánggal való melegítése veszélyes, a probléma elhárítását érdemes inkább szakemberre bízni.